kilométernyi túra vár ránk, egy erdei túra, egy nagyon szép, bükkös, tölgyes erdőben megyünk, egy patak mellett, és hát a fő célpontunk az az, hogy az úgynevezett Smerekové kámint, vagyis szabad fordításban a fenyves kő nevezetű sziklaformációt keressük meg. Távolság is, és nincs benne komoly szintemelkedés. Van a zöld, amely még mindig arról beszél, hogy komoly... 2021-ben ez lett a harmadik túránk, ami nem máshová vezetett, mint az úgynevezett elvarázsolt vidékre. Ez egy nemzeti park. Ami miatt ezt a túrát választottuk most február végére, az az, hogy mivel láttuk már nyáron, szerettük volna mindenképpen megnézni a téli arcát is, és hát a különlegessége, amit ez a vidék ad, azok a gyönyörű sziklaformációk, amik a hátam mögött is láthatóak. Ezek 80, illetve esetenként 100 méter magas vulkanikus sziklaformációk, illetve maga az elvarázsolt vidék egy csodálatos lápos területtel is rendelkezik. Igaz, hogy ezt télen nem tudjuk megnézni, nem mutatja meg a szép arcát, de tudjuk azt, hogy ez is itt van ezen a vidéken, illetve hát ezek a csodálatos patakok, amik keresztül futnak a hatalmas bükkös erdőben, ezek mind-mind feltöltik az embert, amikor végig sétál ezen a valóban csodálatos és elvarázsolt vidéken. Jelen pillanatban a Kárpátaljai Hazajáró Egylettel mintegy 27-en érkeztünk összesen. Legfiatalabb tagunk az 10 éves, jelen pillanatban az éltesebb korúak közül pedig 65 éves a legidősebb tagtársunk, aki részt vett ezen a túrán. Ha két lábam térdig kopik, de feljutok a csúcsokig, s utolsó jussomat, a szót, ezt a szent tépet lobogót kitűzöm fent az ormokon, s a csillagoknak meglobogtatom. A terv az első pillanattól kezdve az volt, hogy a kárpátaljai embereket megszólítsuk, és elvigyük őket túrázni. Jelen pillanatban valamivel több mint 70 tagtársunk van, de azt tudjuk, hogy a tavalyi évben sokkal többen voltak. Jelen pillanatban nincsenek itthon, nem volt alkalmuk, hogy velünk tartsanak, de nyilvánvalóan, ahogy lehetőségük adja, akkor jönnek majd a továbbiakban is, és persze az, hogy rajtuk kívül is újabb és újabb embereket szólaltassunk meg. További terveink között pedig természetesen az is szerepel, hogy valamelyest a brandet is egyre jobban kiépítsük. Csak hogy néhány példát említsek, a tagjaink közül, akik a 10. túrát teljesítik, azok egy hazajárós, kárpátaljai hazajárós bögrét kapnak. Hamarosan, heteken belül elkészül az egyedi zászlónk, amire már előre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen ebből mindenki egy-egy kis szeletet, egy 8x10 centit megvehet, akár ezzel is támogatva az egyesületet, és hát tulajdonképpen így magát a zászlót is a sajátjának tudhatja. Okleveleket készítünk, és még nagyon-nagyon sok minden másat, ami egy közösséget épít, amit egy közösséget formáz. Tulajdonképpen a közösségnek, ennek a közösségnek is az a célja, hogy megismerjük egyre jobban Kárpátalját. Tudjuk azt, hogy vannak olyan tájegységek, vannak olyan hegyvonulatok, amelyet bár itt lakunk közöttük, mégsem ismerünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak az idősebb korosztály térjen vissza oda, ahol valamikor gyerekkorában, fiatalkorában járt, hanem mi is a saját gyerekeinknek megmutassuk. Én ezt a saját családomban nyilván egyértelműen próbálom ösztönözni, és hála Istennek a gyerekeim fogékonyak rá, szeretik ezt. De ott vannak a kamaszok, akik még nem jártak eddig hegyvidéki részen, és azt látjuk, hogy örömmel jönnek, és rácsodálkoznak egy-egy vidékre. Tehát mind-mind ez számunkra olyan visszajelzést ad, ami azt jelenti, hogy amit csinálunk, az jó, és amit csinálunk, arra igenis szükség van.